Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Írhatsz egy e-mailt, felteheted a kérdésedet, leírhatod a szituációt, és én megválaszolom ezt az e-mailt, ehhez készítek vagy egy hangfelvételt, akkor nem hallja senki, vagy egy videót álnéven, akkor sem tudja senki azt, hogy kiről vagy miről van szó. Miután elkészült a jóslás, feltöltöm a másik csatornámra, Meisterin des Kartenlegens, és ha elkészült a videó, küldöm a linket a videóhoz e-mailen keresztül. És akkor tudod, hogy ez a te felvételed, ez a te jóslásod. Ez a felvétel május 24-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Jeshta holdházban van. Ehhez van egy kis történet. Az indiai mitológia szerint a hold egy szép, fiatal férfi. Chandrának hívják. És Chandra beleszeret Rohiniba. Rohini az a hajnalt jelenti. Én viccesen hajnalkának szoktam nevezni ezt a fiatal lányt. Tehát a hold beleszeret hajnalkába, és megkéri a kezét. Hajnalka apukája megengedi, hogy összeházasodjanak, de kéri azt a holdtól, hogy vegye el a nővéreit is feleségül. És így lett. A hold összeházasodott 27 nővel. A Rohininak a nővéreivel is. És naponta meglátogatja őket. Ez a hold napi mozgására utal. A nagy szerelem természetesen Rohini. Az idősebb nővér, tehát a legidősebb, ő pedig Jeshta. És most ebben a holdházban van a hold. Jeshta az nem egy idős nőt jelent, hanem egy bölcs hölgyet, aki segít a húgainak. És így érezzük ezen a napon, hogy valaki segít nekünk, vagy mi segítünk másoknak, vagy lehet, hogy ezen a napon bölcs döntéseket fogunk hozni. Ezen a napon május 24-én a hold jó kapcsolatban van Kétúval és Ráhúval. Kétú és Ráhú az a kármikus csomó, illetve csomók. Kétu utal a múltra, Ráhu pedig a jövőre. A hold mozgása jelenti a jelent. Itt a múlt jó hatással van ránk. Ezek lehetnek szép emlékek, ami erőt ad, vagy valaki visszatér a múltból. És van jövő, vannak lehetőségek. Ezen a napon Mars bolygó jó kapcsolatban áll Szaturnusz bolygóval. Mars jelentheti az élet erőnket, ha mi most befektetjük az élet erőnket valamibe, az megvalósítható, hiszen Szaturnusz bolygó segít ebben. Mars az utalhat a férfiakra is, hogy náluk most megvan a lehetőség arra, hogy egy terv, egy elképzelés megvalósuljon. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák.
A gondolata felül látható. Ha ő ez egy férfi, akkor ő állít a középpontban, minden körülötte mozog, ő hoz döntéseket. Mi a terve? Arra utal a kereszt. Megvan a hite, megvan a bizalom, és tudja, hogy találkozni fogtok, hiszen a sors utatok kereszteződik. Azon kívül döntések előtt áll, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és eltöpreng azon, hogyan tovább, milyen irányba. Fontos döntéseket hoz, és ő hozza ezeket a döntéseket. Hogyan érzi magát, az bal oldalon látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt látható, hogy megjelensz az ő érzelmi világába. De ő ezt nem mondja ki, mert kifele ő jelenik meg. Ő úgy mutatja ki, minthogyha ő lenne fontos, hogy ő szeret téged, vagy gondol rád, hogy ott vagy az érzelmi világában, erről nem beszél nyíltan. Mi a terve? Arra utal a nap, hiszen a nap megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, látni akar téged. Lehet, hogy ő jelentkezik nálad, és arra vár, hogy te kérdezz erre rám. Vagy te mondd ki azt, hogy legyen egy találkozás. Pedig ez a terve, így érzi magát, ez a terve, hogy szeretne látni téged, találkozni akar veled. Amit a nap még jelent, kiderül a valóság, a nap megvilágít bizonyos dolgokat, például az élet utakat, és ez segít a döntésekben. A nap jelenti a vonzalmat kettőtök között is. Mit fog tenni? Ott látható a kulcs jobb oldalon, a kezébe veszi a kulcsot, magabiztos lesz, megvan ez a magabiztos fellépése, bizonyos dolgokat lezár, és egy időben kinyílik egy ajtó számotokra ezek a lehetőségek. Ott alul a lilium virág jelenti a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket, vagy hogy tisztázódnak bizonyos dolgok kettőtök között, és a Lunomart kártyánál ez a virág utalhat a szexuális témákra is. Lehet, hogy most erről nyíltan fog beszélni. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, az E betű. Ez lehet egy név, például Éva. Ez lehet például egy város. É betűvel most nem jut eszembe, Érd, igen, pontosan Érd most eszembe jutott, de Eger városát is ide csatolhatjuk. És egy fogalom, mint például és, ő és te. Középen látható a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás, ez olyan, minthogyha itt lenne egy vonzalom kettőtök között. Ő tesz lépéseket felé, te teszel lépéseket felé, megvan a vonzalom, és hamarosan ott középen fogtok találkozni. Hogy mit jelent számodra az E betű, vagy ez a szimbólum ott középen, ezt leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. A napi energia az jobb oldalon alul látható, az ablak nyitva van, ezek lehetőségek, lehetnek internet kapcsolatok is. A hölgy ott áll a tükör előtt, az jelentheti azt, hogy most belenézünk a tükörbe, megvizsgáljuk, hogy milyen a külsőnk, mit lehetne változtatni, például egy új frizura, vagy egy más ruha, vagy talán azt is jelentheti, hogy pár kilót le kellene fogyni. Az a kérdés, hogy elégedettek vagyunk-e magunkkal, igen vagy sem, mit
szeretnénk változtatni a külsőnkön. Ez a tükör jelenti azt is, hogy számunkra most tükröződik valami. Lehet, hogy a mai napon lesz egy esemény, amikor úgy érezzük, hogy itt tükröződik valami. Például látsz egy számot, és úgy érzed, hogy ez a szám utal az ikerlángodra. Akkor most ez tükröződik számodra. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az E betű, mit tükröződött most számodra. És ha gondolod, akkor meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol megjelenik naponta a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!